pingvin fürdő egy egyszemélyes logikai játék, amelyben a pingvinek egy partin vesznek részt, és az a feladat, hogy a pingvineket körbe kell zárni a medencében a jégtáblákkal. A dobozban egy lezárható doboz látható, amelyben az összes játékelem és a szabály, illetve feladványfüzet is belefér. Van hozzá magyar játékleírás, egy feladványfüzet, 4 pingvin és 4 jégtábla elem. A feladványok mindig megadják a pingvinek kiindulási helyzetét. Először is figyelembe kell venni, hogy hogy van a tábla tájolása. Így kell elhelyezni a táblát, és utána be kell helyezni a pingvineket azokra a helyekre, amiket a feladvány mutat. A feladat pedig, hogy a 4 jégtáblát úgy kell felhelyezni erre a játéktáblára, hogy ne takarjon egy pingvin sem, illetve mindnek pontosan el kell férnie, tehát nem lóghatnak le a tábláról. Amikor 4 pingvin van fenn a táblán, ezek általában könnyebb feladatok, és ilyenkor nem marad üres hely, tehát a jégtáblák felrakása után minden mező megtelik. Így néz ki, tehát az első feladványnak a megoldása. Ebből a zöld színből 16 feladvány látható. Következik a sárga szint. Nézzük meg ebből a legkönnyebb feladványt. A 17-es feladványban, tehát csak 3 pingvin lesz, egyre nincs szükség. Ami azt is jelenti, hogy egy üres mező marad majd a megoldás során. És akkor nézzük meg, tehát az összes jégtáblát fel kell helyezni. Ez talán ez fér be ide egyedül a 3 egyenessel. Igen, mert azok nem. Így. És így. Aha. Jó, várjunk csak így. Oké, szerintem ez jó megoldás lesz. A feladatfüzet végén természetesen megtalálhatók a megoldások. Nézzük meg a 17-est. Ez lenne a 17-es, nem tudom mennyire látszik jól. Ilyen vastagabb körvonallal ott vannak azok a határok, amik a jégtáblákat elválasztják egymástól. Az nehezíti meg egyébként egy kicsit a dolgot, hogy ugye ezek nem vízszintesen vannak, tehát hogy ezek az elemek egymáshoz képest magasabbak, alacsonyabbak, és így én azt gondolom, hogy ez egy kicsit megnehezíti a dolgot, tehát nem feltétlenül lehet látni jól, hogy mi hova kerül. Azt mondja, hogy ebből a sárgából is van 16 feladvány, ami összesen így 32 feladvány az első kettő nehézségi szinten. A következő nehézségi szint a piros, itt már csak 2 pingvinre van szükség. Ebben a feladványban tehát 2 pingvin lesz csak behelyezve, így a megoldás során minden bizonnyal 2 üres hely marad. Na nézzük meg, hogy mit lehetne csinálni. Ide mi férhet be? Ez beférhet ide. Az nem rossz. Itt egy üres helyet marad, hagyhatod nyugodtan, tehát azzal nincs baj. Ez sem tűnik rossznak. Áó, és áj de kár. Ez sehogy sem illik ide. Akkor ez nem jó megoldás egyelőre. Ez egy elég fura elem amúgy, tehát ez a cikcakkos elem, ez eléggé csalafinta módon foglalja el a helyeket. Jó, azért nem lesz jó, szerintem. Lehet, hogy nem is ez sem jó már lehet kipakásból. Ezzel van a legnagyobb bajom, lehet, hogy ezt megpróbálom berakni. Hát egy üres hely marad. Egy üres hely marad. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Jó, ezt helyezem le először. Tükörbe jó lenne. Jó lenne.
Vagy mi van, hogyha ezt rakom le inkább. Így. Ez jobbnak tűnik pedig. Itt van a gubanc. Kettőt már nem lehet kint hagyni. Ó, megvan. Tehát így kettő üres hely maradt itt meg itt, ami megengedett, hiszen minden jégtábla felkerült, nem takartam meg pingvint. Ezek a nehezebb feladványok. A piros szintből is 16 darab van. Az utolsó legnehezebb, a lila feladványból pedig 12 darab van. Így összesen 60 darab feladvány található a feladatfüzetben, és a végén természetesen megtalálhatók a megoldások. Ilyen tehát ez a pingvin fürdő. Elég könnyű elpakolni, illetve könnyedén magunkkal is vihetjük bárhova, úgyhogy egészen praktikus.